mióta Kolozsvárt vagyok, lágyüblű bölcsőring velem. Rengessetek csak, angyalok, a gyermekkor életelem. Zöld fodraid 5 év után most látnak újra szamos, és bennük nem testem, csupán feketült lelkemet mosom. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott ünnepi műsor közreműködői a Dombovári I.S. Gyula gimnázium diákjai voltak. A műsor régóta készül, én bízom benne, hogy a kollégák nagyon-nagyon szakértő szemmel és szívvel irányították a felkészítést, meg a próbákat, és hát az iskolai szinten is igyekszünk, ahogy szokták mondani, megadni a módját. Én igyekeztem az iskola tanulóifjúságának jelentős részét mozgósítani, mert én úgy érzem és úgy illik is szerintem, hogyha egy város fölkéri az intézményt, az eleve egy fontos alkalom, és a megtiszteltetés az is hozzátartozik, hogy kötelességeink is vannak, és igenis támogatnunk kell a résztvevőket, a fellépőket abban, hogy mi is erőt és tömeget biztosítunk a számukra. Nagyon nehéz hozzájuk közelhozni minden olyat, ami régen történt. Én történelem tanár vagyok, tehát szakmai tapasztalatból is tudom mondani, hogy ami már 10-15-20 éve történt, az nekik ugyanolyan történelem, mintha 1000 éve történt volna. Én mindenképpen igyekszem a saját szakmai praktikumomban a 20.-21. századot kiemelten kezelni, azon belül nyilván a trianoni tragikumot és katasztrófát is, és én már azt sikernek tartom, hogyha egy gimnazista gyerek kapásból megmondja, hogy ez mikor történt, hogy történt, és ha netán egy-két alapeseményt, alapfőszereplőt megnevez, akkor én azt gondolom, már tettünk valamit közösen a nemzet tudat érdekében. A 83 éves Sátor Edéné Erzsi néni nagyon szeret fiatalok között lenni, és örömmel tett eleget a felkérésnek, hogy énekével hozzátegyen a megemlékezéshez. Kárpát felej, halló magyar, Erdély felej. Magyar világhimnuszát régebb óta ismerem. Ez olyan régi időkre megy vissza, 5 fákot utáni időkre. Ez akkor íródott, és szamizdat volt akkor. És hát a családban ez megmaradt. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet, melyben emlékeztette a hallgatóságot, hogy az ország megcsonkítása Dombovár fejlődésére is negatívan hatott. Gróf Aponyi szavaira hivatkozott, ha a szív a helyén van, akkor mi magyarok erősek maradunk, és megmaradunk a legnagyobb veszteségek ellenére is.